Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, immár a Start Plus-ban, és az első vendégünk egy Kossuth díjas művész, Baráti Kristóf. Direkt nem árultam el, hogy milyen művész, mert hogyha megmutatjuk, hogy mi van az asztalnak, egy másodperc alatt ki fog derülni, hogy hegedű művészről van szó. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Kezdjük azzal, az összes kollégám a műsor előtti percekben azzal foglalkozott, hogy jaj, de szép ez a hegedű, és vajon milyen hegedű ez, és mekkora értéke van? Ez egy 1703-ban készült Antonio Stradivari hegedű. Én már 11 éve játszhatom ezen a hangszeren, ez egy chicagói alapítványnak köszönhetően lehet nálam ez a csodálatos hangszer. Hát ennek az értéke egyébként magyar pénzben szinte kimondhatatlan. Ezeknek a csodálatos műértékű hangszereknek az értéke az tulajdonképpen 1-2-3 millió dollártól majdnem, hogy a csillagos égig terjed. Mennyit szokta hozni vinni ezt a hegedűt? Mennyire tekinthetjük nagy megtiszteltetésnek, hogy hajlandó volt behozni ide? Hát ugye én ezen a hangszeren játszom általában, tehát ezzel megyek próbákra, ezen gyakorlok, ezen koncertezem, tehát én már tulajdonképpen megszoktam azt, hogy ez a hangszer velem jön. Természetesen nagyon szívesen hoztam a stúdióba, hiszen ez egy tényleg a világörökség részét képező csoda. Azt írták erről egy cégben, hogy a zene Oscar-díjasa, a világ egyik legkeresettebb hegedűse. Mennyit kellett ezért a címért dolgozni? Én azt hiszem, hogy egy művész nem feltétlenül címekért dolgozik. Én amikor elkezdtem zenélni 5 éves koromban, akkor egyáltalán nem az ambíciók vezéreltek nyilvánvalóan, de azt hiszem, hogy később is leginkább az a fajta zene iránti szerelem vezérelt, ami a mai napig motivál. Így én azt gondolom, hogy ha úgy veszem, akkor az eddigi teljes zenész pályafutásom kellett ahhoz, hogy ezek az eredmények létrejöhessenek, de megint csak azt mondani, hogy nem igazán ezek a címek motiválják az igazi művészeket. Azt jól érzem, hogy ön igazából versenyezni annyira nem is szeret, annak ellenére, hogy Paganini versenyt nyert például 2010-ben. Nyilatkozott úgy, hogy a sok verseny a szükséges, rossz a fiatal szólisták pályáján. Miért? Én azt hiszem, hogy a művészetben a versenyzés az egy meglehetősen visszás tényező, hiszen alapvetően az, amit létrehozunk, az mindenképpen egy pozitívum. Nem hiszem, hogy célszerű lenne tehetségeket egymáshoz mérni. Ezeknek a versenyeknek leginkább az a célja, hogy az ember fiatalként egyrészt megmutathassa magát a szakmának, a közönségnek, kapcsolatokat hozhasson létre, és talán egyfajta kapuként is felfogható a világ felé, de azt hiszem, hogy maga a versenyzés ténye nem feltétlenül szerencsés egyébként. Miért nem? Azért, mert nem objektíven összemérhető tudásról van szó, nem 400 méter gyorsról van szó, hogy ki hány másodperc alatt ússza, hanem egy nagyon szubjektív értékítélet ez az összehasonlítás? Hát természetesen ez is benne van. Én azt hiszem, hogy egy versenyen egy fiatal számára a legnagyobb tehertétel az maga a repertoárnak a kidolgozása. Hihetetlen mennyiségű művet kell egy versenyre elvinni. Én azt hiszem, hogy ez egy megfelelő eszköz arra, hogy egy fiatal megmérhesse tudását, természetesen másokkal is, de talán leginkább a saját maga szempontjából kap egyfajta áttekintést arra vonatkozóan, hogy mire képes, mire lehet képes. Az, hogy egyébként ez egy szubjektív műfaj, az magában hordozza azt is, hogy mondjuk egy nagyon egyéni hangvételű művész talán inkább megosztó mondjuk egy zsűri számára, mint sem mondjuk egy nagyon virtuóz, nagyon precíz, technikailag tökéletes művész, aki ben, ha úgy tetszik, kevesebb hibát lehet találni, viszont lehet, hogy hosszú távon az igazi egyéniség az mégis maradandóbbat tud alkotni.
mire valakiből igazi művész lesz, mennyire viselődik meg lelkileg ezeken a versenyeken? Ugye filmeket is látunk, amik erről szólnak, hogy azért lelkileg ez egy nagyon-nagyon megterhelő dolog tud lenni. Én azt gondolom, hogy ez alkati kérdés elsősorban. Minden művésznek meg kell találni azt a koncertmennyiséget, azt a repertoár mennyiségét, amit szívesen és szakmailag, minőségileg, lelkileg szívesen tud vállalni, és hogy úgy mondjam, hosszú távon nem rak rá akkora terhet, ami adott esetben lelkileg, pszichésen meg tudja viselni. Maga a színpadi jelenlét az nyilvánvalóan egy kifejezetten alkati dolog. Például volt mesterem. Ön jól viseli a fellépést? Én szeretem a színpadot, én nagyon szeretem megmutatni azt, amilyen koncepció mondani valón van egy-egy művel kapcsolatban. Nem kifejezetten a központban való lét az, ami vonz, tehát nem a közönség, ha úgy tetszik, de az a fajta kommunikáció, ami a műből fakad és általam valamilyen formában kifejezésre kerül, nyilvánvalóan a közönség számára szerintem egy nagyon hálás folyamat. Most viszont hamarosan egy egészen más szerepkörbe lép, illetve hát már át is vette ezt a feladatot. A Kaposfestnek lesz a művészeti vezetője. Milyen feladat ez? Mekkora feladat ez ön számára? Mennyire ismeretlen ez a terület? Igen, Várda István cellóművész barátommal együtt vállaltuk ezt a feladatot. Én azt hiszem, hogy a művész világban, a zenész világban az, hogy más zenészekkel, ahogy tetszik, zenész barátokkal együtt szerepelünk évközben, az magában hordoz azt a lehetőséget, hogy további kapcsolatokat, további koncert lehetőségeket keresünk, és ilyen formában egy fesztivál mindig egy nagyon hálás, egy nagyszerű fórum arra, hogy ezek a találkozások létrejöhessenek. Én nem gondolnám azt, hogy ez egy igazán rendkívüli feladat, ha úgy tetszik, nem egy teher. Ez kifejezetten arról szól, hogy azokkal a zenész barátainkkal egy nagyszerű lehetőséget kapunk arra, hogy az év sűrűjéből egy kicsit kiszabadulva a nyár közepén egy héten keresztül együtt tudunk zenélni, együtt tudunk lenni egyáltalán. Egy koncertező művész számára az utazás az lehetősen kevés alkalmat ad erre. És az, hogy tulajdonképpen mi választhatjuk ki az, hogy milyen műsorral, milyen művész listával rendelkezzen ez az egyébként nagyszerű fesztivál, az leginkább megtiszteltetés és öröm, mint sem teher. A fesztiválokról elsősorban azért nem a komoly zene, a kamarazene szokott eszünk bejutni. Milyen fesztivál ez a Kaposfest? Mennyire érdeklődnek iránta az emberek? Én azt hiszem, hogy nem tudok, ha azt mondom, hogy Magyarországon az egyik legfontosabb komoly zenei fesztiválról van szó. Kokas Katalin álmodta meg, 5 éven keresztül ő vezette ezt a fesztivált. Nyugodtan mondhatom azt, hogy a világ számos feltörekvő, illetve már jelenlévő nagy művésze szerepelt ezen a fesztiválon, és ilyen szempontból számunkra egy, ha úgy tetszik, egy fantasztikus lehetőség az, hogy ezt mi tovább vihetjük, és megpróbáljuk a legjobb tudásunk és kapcsolataink révén a legjobb minőséget produkálni ezen a fesztiválon. Ha jól tudom, most éppen az elmúlt időszakban egy picit nehéz helyzetben volt a fesztivál, ennek mi volt az oka? Erről azt gondolom, hogy nem lenne túlságosan elegáns, hogyha én beszélnék. Én azt gondolom, hogy minden fesztivál életében alakulhatnak olyan feszültségek, nehézségek, akár financiálisan, akár személyi kapcsolatok révén, amik nehezíthetik a fesztivál működését. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az volt, hogy ez a fesztivál megmaradjon, és ne csak megmaradjon, hanem azt a szakmai minőséget, azt a csodálatos lehetőséget, hogy a klasszikus zene Kaposváron ilyen minőségben megjelenjen, azt mi tovább vigyük.
Egy dolgot áruljon el még nekem a fesztivállal kapcsolatban. Általában minden fesztivál hagyományosan úgy néz ki, hogy egy zenekar oda elmegy, leadja a koncertet, majd buliznak. Önöknél lehet ilyesmiről beszélni? Van lazulás egy-egy koncert után? Hát általában a koncertek után a szervezők, a zenészek összeülnek, és egy, hogy úgy mondjam, hivatalos facsorán vesznek részt. Ez elég távol áll a lazulástól, a bulizástól. Én azt gondolom, hogy egy fesztivál életében ez sokkal inkább ebbe az irányba mutat, és sokkal lazább, sokkal bulisabb hangulat jöhet létre, és azt hiszem, hogy ezeknek a fesztiváloknak ez is egy fantasztikus tulajdonsága, hogy a zenészek végre egy kicsit emberként is élhetnek a rohanó szezon után. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és hát természetesen nagyon sok sikert kívánok az idei Kaposfesthez. Nagyon köszönjük.